Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek, és ebben a videóban most a Casablanca című filmnek a Steelbook változatát fogom megmutatni. Akit érdekel, az tartson velem. A napokban jelent meg ez a gyönyörű Steelbook kiadvány. A Casablancából kiadták még műanyag tokos 4K változatban és egy ilyen gyűjteményes formátumban, amiben mellé csomagolták az Elfújta a szélet és a Dr. Zsivágót, úgyhogy ezekben a kiadásokban lehet megvenni. Én nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy ki fogják adni Magyarországon is, mert én nagyon szeretem ezt a filmet. És ez már egy 80. évfordulós kiadás, tök durva belegondolni. A film főszereplője, ugye, ahogy itt látszik is a borítón, Humphrey Bogart és Ingrid Bergman, a rendezője pedig a magyar származású Kertész Mihály. És az is érdekes nekem ebben a filmben, hogy ugye 1942-es, tehát ekkor még javában dúlt a II. Világháború, és ebben a filmbennek is ugye a hátterében zajlik a II. Világháború, bár ugye nem arról szól a film, hanem Afrikában játszódik, Casablancában. Röviden a története, hogy Humphrey Bogart egy Rick nevű kocsmárost alakít, és akkor az ő kocsmájába tér be egy Viktor László nevezetű úriember, és akkor az ő oldalán van Ingrid Bergman, mint a felesége, és találkozik ezzel a kocsmárossal, Rickkel, és ugye felismerik egymást, hogy régebben nekik Párizsban, ugye ők már találkoztak, és ugye volt is szerelmi viszonyuk nekik, és akkor ebből alakul továbbiakban a cselekmény, egy klasszikus ilyen szerelmi sztori egyébként, de nekem nagyon tetszik a filmben a szereplőknek a módora, hogy tényleg ilyen, ahogy beszélnek, meg a viselkedésük. Egyébként Humphrey Bogart abban az időben egy nagyon nagy sztár volt, és minden nő oda volt érte, tehát úgymond egy ilyen férfi ideál volt. És ez ebben a filmben is látszik egyébként, szerintem mondhatjuk, hogy a leghíresebb filmje neki is, és Ingrid Bergmannak is. Na de akkor nézzük is meg magát a kiadást. Tartalmaz egy ilyen kísérőlapot. Ez így néz ki. És ilyen a hátulja. Ráírták, hogy minden idők legjobb amerikai filmje. Hát így nem mondanám rá, hogy a legjobb amerikai film, de a legjobbak közt van. Extrák. Belenéztem egy-két extrába, és vannak érdekesek, amiket majd mindenképp meg szeretnék nézni. Van rajtuk magyar felirat is. Érdekességképpen van rajta egy ilyen mese is, ami magát a filmet úgymond dolgozza fel. Egy 8 perces kis rövid mese. Jó, és akkor itt pedig a specifikációk. Mindjárt megpróbálom. Oké, tehát a 4K-s az tartalmaz 1.0-es magyar hangot és angol DTS HDMA 2M-et. 102 perces a film, a Blu-ray lemez pedig csak 1.0-as magyar és angol hangot tartalmaz. 2022-es kiadás, ugye Provideos 12-es korhatárral. És akkor nézzük is a Steelbookot, ami szerintem gyönyörű tényleg. Én már alig vártam, hogy megjelenjen, mert elég sokat csúszott, de aztán végül csak. Jealousy and hate.
Nem gondoltam volna egyébként, hogy még Magyarországon egy ilyen filmet kiadnak, ilyen szép kiadásban. Nagy meglepetés volt, így néz ki a gerince. És a filmnek a hátulja. Mert tényleg nagyon jó szövegek vannak a filmben, amik azóta már szállóigévé váltak, ilyen például a Jászd újra szám, amikor megkéri az Ingrid Bergman a szemet, aki a kocsmában zongorázik, hogy játssza azt a dalt, amit akkor játszott, amikor megismerkedtek Rickkel, vagy például az utolsó mondat a filmben, amikor a Rick meg a rendőr beszélgetnek, és utoljára elhangzik a filmben, hogy I think this is a beginning of beautiful friendship. Most meghallhattátok csodás angol kiejtésemet, és egyébként több filmben is van visszautalás a Casablancára, például ugyanez a mondat hangzik el a Macskajaj című film végén is, ott is ez a legutolsó mondat. Louis, I think this is the beginning of beautiful friendship. Úgyhogy az egy nagyon jó utalás, szerintem nekem az nagyon tetszett benne. Na de akkor nézzük is meg a belsejét. Így néz ki belülről. Itt a 4K-s lemez, az van felül. Alatta pedig a Blu-ray lemez. És így néz ki a belseje. Kaptunk egy nagyon jó kis belső képet. Így látható ugye Humphrey Bogart és a szemet alakító zongorista, aki a kocsmában játszik. És egyébként nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de volt egy korábbi videóm 1-2 évvel ezelőtt, amiben bemutattam, hogy megvettem ugye a Casablancát külföldről, mert akkor nem lehetett Magyarországon kapni. És az ez a kiadvány, ez egy ilyen karton dobba is benne van. Így néz ki. És ebben egy ilyen lemez van, és azt hittem, hogy ez az új kiadvány, ez egy 4K-s transferes Blu-ray lesz, tehát hogy 4K-ból alakították Blu-ray-re, de nem, mert én úgy vettem észre, hogy ez ugyanaz a lemez, csak más a szitázása. Egyébként nem baj, csak tényleg azt hittem, hogy egy újabbat raknak bele, és hát ez már egy elég régi kiadvány, ez 2009-es ez a Blu-ray kiadvány. Azt viszont sajnálom, hogy nincs neki menüje a filmnek, tehát legalábbis a Blu-ray változatnak. Tehát betesszük a filmet, és akkor egyből, és a lemez, és akkor egyből el is indul a film. De ki lehet lépni egy ilyen menü féleségbe, de ilyen rendes menüje az sajnos nincs a filmnek. Azt hiányolom nagyon. A 4K-nak azt nem tudom, hogy annak van-e, mert ugye azt nem tudom lejátszani. Ja, meg még kiegészítésként, még ezzel a rendeléssel együtt, amiben a Casablanca volt, akkor már vettem egy ilyen könyvet is, ez a Casablancáról szól nyilván, de nem a filmnek a könyvváltozata, hanem ahogy itt írja is, filmjének élete, legendája és utóélete, még nem olvastam, de majd elfogom mindenképp, most még jelenleg a Clint Eastwood könyvnél tartok. De majd még ezt bővebben bemutatom a havi beszerzésekben. Na úgyhogy ennyit szerettem volna a Casablancáról, tényleg szerintem egy nagyon jó film, én nagyon szeretem. Egy hatalmas klasszikus, már többször is láttam. Úgyhogy, aki még nem látta, mindenkinek tudom ajánlani.
Úgyhogy köszönöm, ha végignéztétek ezt a videót. A következőben találkozunk, addig is sziasztok!